Nyírbátorba és a térségébe a rendszerváltás óta az utóbbi néhány évben érkezett a legtöbb fejlesztés. Ezt Simon Miklós mondta el azon a lakossági fórumon, melyet Nyírbátorban tartottak szerda este. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hosszan lehetne sorolni az elért eredményeket, melyek a Fidesz-KDNP kormánynak köszönhetően hozzájárultak a régió erősödéséhez. 17 településen építettük meg a szennyvízhálózatot, többek között is Nyírbátorban is szennyvíz program indult, ivóvízminőségjavító programot indítottunk a települések felében, 33 a települések száma választókerületben. Új üzemeket építettünk, immár harmadik új gyárat adtuk át. Simon Miklós hozzátette, a fejlesztések során 7000 új munkahely jött létre a térségben, 3000-en a közfoglalkoztatásban, 4000-en pedig a versenyszférában tudtak elhelyezkedni. A politikus kiemelte, van mit félteni, az elért eredményeket meg kell óvni. Ezt hangsúlyozta Kövér László is, aki részt vett a lakossági fórumon. Az országgyűlés elnöke szerint is a 2010 és 2014 közötti időszakra építkezve, az elmúlt 4 év a rendszerváltás óta Magyarország legsikeresebb időszaka volt. Ez sok minden összesített számmal kifejezhető. Kifejezhető a munka nélküliség rekord alacsony voltában, kifejezhető ennek az ellentétében, vagyis hogy 4,4 millió ember dolgozik, soha a rendszerváltozás kezdete óta ennyi embernek nem volt munkája. Kifejezhető abban, hogy az átlagos vásárlóérték növekedése a béreknek 2010-hez képest 28%, de hogyha ezt a családosokra, a családi adókedvezményt is beleszámolom, azokra vetítem, akkor ez 40% fölött van. Kifejezhető abban, hogy a nyugdíjasoknak nem csak meg tudtuk őrizni a nyugdíjak reál értékét, hogy ezt megígértük, hanem különböző intézkedésekkel gyakorlatilag visszaadtuk neki vásárlóértéken számolva azt a 13. havi nyugdíjt, amit a szocialisták elvettek tőlük 2010-et megelőzően. De Európában egyedülálló családtámogatási rendszert is létrehoztak, illetve növelték a közbiztonságot, tette hozzá az országgyűlés elnöke. Kövér László úgy véli, mindezen sikerek veszélybe kerülnének, ha az ellenzék káosz koalíciója nyerni a választásokat. A politikus szerint ezzel egy külső érdekeket kiszolgáló báb kormány vezetni az országot. Ha a mostani ellenzék kerül kormányra, akkor teljesen nyilvánvaló be fognak hódolni azoknak az egyre erősödő kísérleteknek, nyomásnak, amelyek arra próbálják meg Magyarországot is rászorítani, hogy nyissuk meg a határainkat és fogadjunk be minél több tőlünk teljesen idegen kultúrájú, és egyébként a beilleszkedésre egyáltalán nem halandó népességet. Kövér László kiemelte, ezzel a nemzeti önazonosság, az európai és a magyar kultúra alapjai, valamint az államok önállósága kerülne veszélybe. Az országgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, az áprilisi választás tétje az, hogy Magyarország bevándorló országgá válik-e vagy sem, illetve az elért eredményes munka folytatódhat-e.